Páfi Miklós vezetésével elindult a keresztény sereg, hogy visszafoglalja a tatai várat a törököktől, akik teljes kényelemben élnek ott, mit sem számítva arra, hogy ellenségük közeledik. Mi megpróbáljuk megvédeni a várat, ha nem sikerül, akkor lehet, hogy veszítünk ma, de mindent megteszünk azért a sikerén. Utolsó vérig, keményen? Utolsó. Az embereim utolsó. Hát a keresztények, de ha nagyon-nagyon elfajulnának a dolgok, akkor az embereim utolsó csepp véréig küzdünk, én meg utána könyörgök az életemért, mert hát az enyém az drága. A keresztény sereg sikeresen berobbantotta a kaput, így már is kezdetét vette a harc a várért. A történelmi játék, mint ahogyan minden évben, úgy most is a keresztények győzelmével zárult, az oszmánok kénytelenek voltak fegyvereiket letenni és kivonulni a várból. A győzelem főként Páfi Miklósnak köszönhető, aki Magyarországon először alkalmazta a patarát. Talán a programunk névadó eseménye, ez a tatai patarának a bemutatása, hogy 1597. március 22-én hajnalban és 23-án reggel Gróf Páfi Miklós először itt alkalmazta sikerrel ezt az úgynevezett tatai patarát, vagy illetve petárdát. Ez egy kapu petárda, csellel felhozták ide a várkapuhoz, ráakasztották a kapura, és hát úgy berobbantották, hogy több métert repült a kapu. Ekkor nyomultak az elővárba, és hát egy ilyen hosszabb csata után elfoglalták a várat. Kőkemények, hogyha gyengék lettek volna, akkor nem lenne ilyen büszkeség, hogy legyőztük őket. Ügyesek voltak, gyakorlottak, és tényleg nagyon jók voltak. Természetesen ez egy gyönyörű játék, ez egy időutazás, és ez szenzációs. Minden évben alig várjuk, hogy mikor lesz a patara. Amikor találkozhatunk ismét, és ismét megküzdhetünk, majdnem életre halára. A tatai patarát 9. alkalommal rendezték meg, a hétvége alatt pedig 16. századi kavalkád és színes programok várták az érdeklődőket, akik többek között betekinthettek a keresztény és az oszmán táborokba, valamint korabeli mesterségekkel is megismerkedhettek. Nagyon sok helyszínt mutat be, különböző korokat ismerhetünk meg, gyönyörű a táj, a tó maga. Kellemes időtöltés, és most hála Istennek jó idő is van hozzá. A rendezvényt összesen 450 hagyományőr színesítette, akik a magyarok mellett 7 országból érkeztek Tatára. A 9. tatai patarára idén több mint 10 000 érdeklődő látogatott el.